keserű, nem tudom. Inkább... Most nem is tudom, mit hiszem. Raki szellát vagy a friss paszt. Nagyon nem az, amit itt szívesen megkóstolna az ember. A kocsmában mondjuk a csaposnak, hogy betolnék egy friss paszt. Hát ez a szutykok szutyka. Ha múltkor mindenki igazán boldognak tűnt, hogy végre megkóstoltam a balatoni világost, és hozzákóstoltam néhány szutykot a Lidl-ből, illetve a CBA-ból, amik nem is bizonyultak annyira ihatatlan szutyoknak, nagyon sokan azzal elégedetlenkedtek, hogy miért nem kóstoltam meg más szutykokat, úgyhogy az elmúlt egy-másfél hónapot azzal töltöttem, hogy rossz söröket kerestem. Óriási küzdelem volt, hogy meglegyen végre a Rocky Cellar. A dorogi Penny Marketben sikerült hozzájutnom, Königsbrauhoz és a Frischfasslhoz. A legérdekesebb talán a Rocky Cellar, amelyik hát eleve furcsa, hogy ilyen prolisörként pozícionálják, de azért az átlag proletár még kiejteni se tudja rendesen szerintem, hiszen ez itt az angol szó. Én egy prémium magyar üzletláncban vásároltam 159 forintért, ami sok, bár tudjuk, hogy a szutyogsörök lélektani határa 200 forint alatt kezdődik, ide ott kell, hogy legyen. Sokan kommenteltek olyanokat, hogy nálunk a balatoni világosok 80 meg 90 forint, én ilyeneket nem láttam. Bizonyítékot kérek, legközelebb fényképes bizonyítékot, 159-ért vettem. Tehát a Rocky Cellar azért érdekes, mert rá van írva, hogy hazai minőség több mint 80 éve, a második világháború előtt létezett a márkanév, amit különböző feladatokban használtak, csináltak belőle ilyen kamu importsört, aztán volt a szocialista érában ilyen BMW díjas minőségi sör, aztán végül a Dreher, a kőbányai sörgyár alsó polcos termékeként végezte, ebből már semmi se lesz. Ha egy rendes cefre szaga van, én ilyenkor szoktam aggódni, amikor erjesztek a garázsban, egyre több a muslince, és hogy átjutnak a kotyogón is, majd befertőzik a sör. Különösen tiszta, hagyományos megjelenési sör, a habja láthatóan fogy. Másodpercről nem kell egy timelapse-et csinálni, hogy felvegyem, láthatóvá tegyem, hogy elfogy a habja. Amikor még érlelni kéne, hogyha tudom, ha nálam ilyen szaga van a hordónak, akkor tudom, hogy majd egyszer lesz belőle valami jó, de hát addig nagyon sok idő eltelik, kell még hideg komlózni, meg mit tudom én palacban érlelni. Nagyon nem az, amit itt szívesen megkóstolna az ember. A kőbányai sörgyárról és a Dreherről azt kell tudni, hogy van például a kőbányai világos, és van az aranyászok, ami ugyanaz az anyasör, csak felhígítva, tehát a kőbányai ez egy hígított aranyászok. A Rocky Cellar pedig valószínű valami régi recept, valami hulladék cuccon elkészít. A Renault se volt egy világverő autó, csak egy ilyen átlagos korrekt kompakt, aztán lett belőle az a 80-as évekbeli lehalt Dacia, na ez az. Olyan savanykás, kesernyés. Nem bajom magában se a savanyúság, se a keserűség, csak fú, nem szabad beleszagolni, tehát szóval, hogy ilyen befogott orral kéne inni, ez tényleg bűn rossz, ez iszonyú. Ehhez képest a balatoni világos valami, nem is tudom, milyen versenygyőztes, kis szériás bajor főzde terméke. A balatoni világos nem volt kellemetlen inni, ezt igen. Ez valami elképesztő fastalicska. Minden ilyen kóstolást meg csoporttesztet úgy kell szerkeszteni, hogy a gyengébbek legyenek elől, aztán haladjunk a jobbak és az erősebbek felé. Hát nem is tudom. Ez pokol, bocsánat, ezt le kell öblítenem. Ez a Rocky Cellar. Köszönöm a tippet, kedves kommentelők. Ez tényleg borzalmas volt. Minősíthetetlen, főleg 159 forintért, tudom, van ahol olcsóbb. Na mindegy. A kőbányai szutyka után nézzük a borsodi sörgyár Bőcsi üzemének két kiváló termékét.
mind a kettő német sört próbál imitálni, közepes sikerrel. A Frisch Fasselt valószínűleg annak a közönségnek szánják, amelyik nem csak angolul nem tud, de németül sem. Nehéz is lehet kérni, szerencsé, hogy ez ilyen euraklapokon van, zsugorfóliában, úgyhogy csak kivesszük és kifizetjük. Ez a gyengébbik, tehát ez a szutykok szutyka, ez a 3%-os. Amúgy a dizájnjával nincs bajom, csak ez a Frisch Fasselt. Na mindegy, nézzük. Szénsav ebben is van, ugye alap sunyi módszer, hogy jó szénsavasra csinálják ezeket a hulladékabb söröket, mert a szénsav elfedi az íz hiányosságokat. Mondjuk én abszolút szeretem a szénsavas egy sör. Hű, ennek egy kicsit ilyen radioaktív színe van, olyan zöldes-sárga. Ugyanaz az ilyen férfi bizály, de jelleg. Az a baj, annyira meguralta az ízlelő bimbolyomat a Rocky Cellára, hogy most már félve kóstolok bele a Frisch Fasselt-ba. Olyan, mint a keserű lenne, a sörben a keserű ugye a komló a baktérium ölő összetevő a sörnek, azért rakják bele, hogy tartósabb legyen, meg hát most már mert kell is, meg ízek is vannak benne ugye a keserűséget kívül hasonlóan, mint ugye a mexikói paprikák, hogy ott csak a csípősség a lényeg, hanem mindegyik ad egy íz, hogy ez mitől keserű, nem tudom, inkább ez egyszerűen fertelmes. Régen is szerintem a bőcsízem csinálta a rosszakat a borsodi sörgyáron belül. Szagra is borzalmas. Igazatok volt, kommentelők, ti jobban tudjátok. Nem a balatoni világos, meg a Lidinek az olcsó söre, a pokol. Na nem ezek, ez a Frisch Fasselt tényleg. Tehát a balatoni világos meg lehet inni strandon, ki lehet vele húzni egy nyarat. Ez nagyon kemény. És akkor nézzük kedvencemet, az ugyaninnen származó Königsbrau, aminek az érdekessége, tipográfiai érdekessége, hogy hosszú ível írják a Königet, Königsbrau, amivel kapcsolatban az a még nagyobb érdekesség, hogy viszont a borsodi sörgyár honlapján hosszú ővel és rövid ível, ott Königsbrau, és tényleg, hogy Könignek mondjuk németül a királyt, de csak mondjuk, nem írjuk, tehát azért egy helyes írás ellenőrzet lefuttathattak volna előtte, de azért valami azt súgja nekem, hogy nem a helyes írás lesz a Königsbrau legnagyobb baja. Közben jön vissza a szénsav. Megad! Jön, a kísérlet volt! Ilyen még nem volt, hogy kóstolás közben vizet kelljen innom. Iszonyú, iszonyú! És most tehát Európában először védőháló nélkül kitöltjük a 129 forintos Königsbraut a Penny Market polcára. Ugyanaz a Fukushima sárga. Szénsav ebben is van bőven. És ugyanaz az undorító szag, mint a Frisch Fasselt van. Igen, ez nem egy Frisch Fasselt, ez már egy kicsit kevésbé Frisch Fasselt. Muszáj ebbe beleinnom most tényleg? Miért? Károly Robert Nagy Lajos, vagy valami német, valamilyen Konrád. Húzom az időt. Nagyon nem fűlik a fogom, hogy beleigyak. Fú, gyerekek! Nem biztos, hogy ugyanaz, mint a Frisch Fasselt hígítva, illetve sűrűbben. Borzalmas, szörnyű, elegem van, végeztem a rossz sörökkel. Ha valakinek még van valami tipje, hogy mit igyak meg, akkor beszéljük meg priviben, és küldj el, de én többet nem fogok ilyen fosokat kajtatni mindenféle polcok mélyén, ezek borzasztóak. Legközelebb már olyan sört fogok bemutatni, amit szeretek is, addig is iratkozzatok fel. És ne igyatok ilyeneket. Ez borzasztó! I'm watching the hard drive.